Családi házas övezet, az udvaron hátsó melléképületek. Ez nem ritka látvány, főleg Oroson, Borbányán vagy a Kertvárosban. Ezekben a háztartásokban gyakori a haszonállatok tartása, amelynek szabályai vannak. Sok esetben viszont ezeket nem tartják be a gazdák, kellemetlenséget okozva ezzel a szomszédoknak. A szerkesztőségünket megkereső férfi elmondta panaszát, de arcát nem vállalt a kamerák előtt, mert így sem felhőtlen a viszonya az állatokat tartó szomszéddal. Környéken is vannak házi állatok, amelyek zavarják a lakókat, hangosak, reggel is és este is, és büdösek, főleg amikor szellőztetünk, akkor zavarja a családot. Sertés, kecske, jó, sőt még ló is, ezek a legjellemzőbb nagyállatok a családi házas övezetekben. Kisállatnak pedig a baromfik és a házi nyulak számítanak. Nyíregyházán jelenleg nincs állattartással kapcsolatos külön rendelet, az állatok védelméről szóló törvény, illetve a kettelésből tartott állatok kormányrendelete szabályozza tartásukat. Szomszédokkal ugyan nem kell egyeztetni, hogy milyen állatokat tartunk az udvarunkon, a szabályokat azonban köteles mindenki betartani. A állatnak a tárgyáját olyan helyen kell tárolni, amely zárt tároló, hiszen azért ezt előírja a jogszabály, nem lehet bűz a szomszédokban, nem lehet, hiszen az a másik a családnak a életését zavarja. A másik nagyon fontos zavarókat tehát legyek ilyenkor, amelyekkel mindenképpen védekezni kell mindenkinek. Tehát ezek azok, amit be kell, hogy tartsunk. Ha most valakinek zavarja a szomszédnak a állattartását, nyilván megfelelő helyekre lehet fordulni, akár a jegyzőhöz, akár az környékén lévő állatorvoshoz lehet fordulni, és azok meg ki fogják vizsgálni azt, hogy a tartás körülményei szabályosak vagy nem szabályosak. Különböző szabályok a kutyatartásra is érvényesek. A nyári hónapokban többen szeretnének állataikkal együtt strandra menni, vagy a tóban fürdetni őket. Nyíregyházán azonban a Bújtosi és a Sóstói tóba is tilos a kutyákat bevinni.